A Múzsa Egyesület festőművészei közül négyen mutatták be műveiket az Arácsi Népházban. Dr. Pressz Ádám orvos Kádár Tibortól tanult festeni. Nekem ez elsősorban egy rekreációs tevékenység tulajdonképpen. Úgyhogy hát ez egy feltöltődés. Mikor elégedett egy képpel? Hát ez egy nehéz kérdés. Hát akkor mindenképpen, ha tetszik a közönségnek is. Nincs kedvenc festőm az ismert festőművészek közül. Sok olyan irányzat tetszik nekem. Mostanában az absztrakt kezdett el érdekelni, tehát afelé fordulok, az egy izgalmas terület. Én olyan képeket szeretnék csinálni, ami átmenet az absztrakt és a realista ábrázolásmód között. Én nem tudok úgy festeni, például megrendelés, ezért nem is nagyon szeretek, mert akkor szorít egy határidő, van egy feladat. Inkább úgy jó alkotni, hogy amihez az ember kedvet kap. F. Szabó János porcelánfestőként kezdte. A Vasari Galériában jelenleg teremőrként találkozhatunk vele. A Vasari villába tudtam elhelyezkedni, mert ugye eleinte porcelánfestő voltam, én annak tanultam, és aztán utána a galériánk volt feleségemmel, aztán ugye festettem, ebből éltünk, a galériázásból, és hát ugye a válság a 2008-ban, meg egyéb ilyen dolgok már nem igazán mentek ezek a dolgok. Tehát ebből már nem tudtam megélni, így hát el kellett helyezkedni valahová, valami olyan helyre, ahol ugyanez a közeg van. Mindegyik kép jó, mert mindegyik képnek megvan a gazdája, csak még nem találkoztak. Gondolom az önképeit szeretik? Most már igazából nem igazán festek, de népszerűek voltak, igen. De miért nem fest? Hát mert nincs időm rá. Ha van, amit úgy kértem vissza, menyemtől, elajándékoztam lányomnak, meg hogy a családé, a nagy ablakos kép, az nem eladó, de azért vannak eladó képek is, igen. Fejes Sándor a saját útját járja. A hiperrealizmus, vagy inkább a trompe-l'œil technika érdekli, de sok témát megfestett már. Mindig van változás. Mindig újítok valami. Most a trompe-l'œil-t egy kicsit hanyagolom, mert az nagyon sokáig tart egy képnek festni. Most rámentem ezekre a hajós képekre, meg tájképeket festek, mint az a téli kép. Ezt a piros vitorlást, ezt most fejeztem be tegnap előtt. Tehát még úgy hoztam ide, hogy nem volt megszáradva. Gondolom a közönség változatlanul szereti ezt a műfajt. Igen, hál' Istennek. Most a pesti kiállításra is adtam el képet. Szeretik. Engem úgy sokszor nem nagyon kötött le, hogy mit szeretnek az emberek. Én azt festem, amit én úgy érzem, hogy meg kell fessek. Aztán, hogy tetszik, nem tetszik, az már annyira nem. Tehát addig festem, hogy a kész a kép, félretesz engem, talán már nem érdekel. Tehát addig számít a kép, amíg csinálom. És ha vége, akkor félre van téve, felvarogva a falra, aztán valaki jön és megveszi, az haba tortán. Kevés kép van, amit abba hagyok, de van olyan, amit abba hagytam nagyon régen, és ott már lehet, nem is veszem el soha többet. Akkor egyszer, hogyha kell vászon, akkor azt a méretet, azt újra lealapozom, és akkor már van rajta vastagon festék. Angyal Imre, aki betegsége miatt nem lehetett jelen a megnyitón, pár műszaki ember kiválóan hegedül, és az utóbbi években fest is. A kiállítás megnyitón Hén Zsuzsa, a Múzsa Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, a művészekről pedig Balla Emőke, a Veszprémi Napló főszerkesztője beszélt. A könnyen érthető, tetszetős festményeket augusztus 18-áig láthatják az Arácsi Népházban.